Na sziasztok, Nara vagyok, egy új videóval jövök. Igazából DIY, vagyis ilyen DIY story videó lenne. És arról lenne szó, ami ott van a hátam mögött. Igaz, hogy nem vettem fel felvételt róla, amikor csináltam. Mert lustán voltam előbb benne a kamerát, de elmondom szóval, tehát mégis meg akarjátok csinálni. Azt a fa akármit. Pénzt szeresen vettem, vagyis szereztem a képet, vagyis azáltal csináltam a pint szeres kép szerint, majd ide kiteszem valahova. Igazából az úgy van, hogy egy három fenyőágból áll össze, és igazából össze van így dótozva az egész. A fenyőfát azt úgy csináltam, hogy levettem azt a kérgét, és a fenyőt a gázon úgy kisütöttem belőle a nedvet, vagyis igazából így pirítottam, vagy szárazra izébizétem, azt tudnám mondani, hogy a nedvet azt így kiszárítottam belőle, meg a kérgét levettem, és igazából befestettem akril festékkel az ágakat, meg igazából lealapolóztam, bocsánat, hogy nem tudok beszélni, de fáradt vagyok, dolgoztam már ma, és igazából utána vágtostam akkora méretekre az ágakat, amekkorára szerettem volna, és utána igazából összecsavaroztam a három ágat, vagy csavaroztam, nem, dótoztam, bocsánat, a három ágat összedótoztam, csináltam neki akasztot, meg ilyesmi. Ezek ugye papírból vágtam ki a varjút, a holdat és a kaszást, meg azokat a denevéreket, kartonpapírból, és azokat a ilyen pamut gombolyagok, vagy micsodák, azok csak úgy rá vannak így fűzgéve, de nincsenek rákötve, csak így át vannak húzva az ágon, azt igazából rá vannak ragasztva ezek a papírkák, de úgy bármikor le tudom venni róla azt a mazzagot, meg fel is tudom tenni, szóval nincs oda ragaszva, csak így rá van kötve ilyen pamut gombolyag. De a fát azt, vagyis az ágakat nem bírom tiszteni, mert ugye mondom, hogy össze van csavarozva. Szóval én így csináltam ezt az ágat. Tudom, most sötét a fejem és minden, de most nem volt előked elő vadásztam a stabilizátort. Szóval most ez egy ilyen videó lesz. Összeszedetlen, de már megvan szokva, hogy nem tudok beszélni, meg összeszedetlen videókat csinálok nektek. Szóval igazából köszönöm, hogy benéztetek és meghallgattatok, mert voltam, és sziasztok!